Az est ötlete onnan származott, hogy a külön-külön munkálkodó együtteseket egy produkcióra rázzák össze. Innen is a cím Összerázó Néptáncgála. Fehérváron vannak műhelyek, melyek autentikus táncokat produkálnak, egy másik inkább a színpadi megjelenítésen dolgozik, a harmadik pedig mai dolgokat mond el a néptánc eszközeivel. Egy ilyen estén 150-200 fehérvári táncost tudnak megmozdítani egyszerre. És persze nem utolsó sorban a közönséget. Nézőkből pedig nem volt hiány, teltházzal táncoltak az együttesek. Együtt lépett fel az Alba Régia Tánc Együttes, az Ikarusz Néptánc Együttes, az Ikarusz Szenyor Néptánc Együttes és a Kodolányi János Főiskola Táncolkodó Néptánc Együttese. A program azonban kibővült junior vagy szenyor csoportokkal, így idén összesen 7 táncegyüttes szerepelt a programban.